Légy szíves. Önöket meg nagy szeretettel köszöntjük itt Magyarországon, de sokkal jobban örülünk, amikor turistaként vannak önök itt. Magyarországon élő kínaiakat. Igen. Buszokkal hoztak ki, ugye, hogy igen, köszöntsék a kínai elnököt. Igen. Úgyhogy itt tartunk most. És mikorra várják az elnöküket? Hát nem tudom, mert mikor tudja. Ez itt kell várni. Jó, de a csapat ott van, látom igen. Már be, meg is mutatjuk a többieknek, jó? Uh-huh. És megpróbálunk bejutni hozzájuk, jó? Uh-huh. Jó napot! Kiszorult az úr a pisiléshez. Az úr rossz néhány száz lesz. Ja. Kérném, hogy ő ide nem jött le. Lezárt. A kínaiak bemehetnek? Ők bejöhetnek, így hát van, bemehet. Van fenntartva a terület. Világos. Tehát kifejezetten kínaiaknak van ez fenntartva ez a terület. Kínai bemehet, magyar nem. Most az így van. Jó, oké, köszönöm. Be lehet jönni? Ide bejöttünk? Köszi. Hát azt látom, hogy mások is bejöhettek, aztán gondoltam, hogy akkor ez nálam sem akadály. Hát hogyha ennyi kínai bejöhet, akkor azt gondolom, hogy jó napot kívánok, Szabó Bálint vagyok. Igen. Jó napot kívánok, Szabó Bálint vagyok. Zinál Ferenc vagyok. Felszólítom, hogy ezt a területet el kell hagyni. A létesítmény biztosítási intézkedés került elrendelésre erre a helyszínre. Csak bejelentett rendezvényen résztvevők vehetnek részt. Ön résztvevője ennek a rendezvénynek? Hát, hogyha a kínai elnöknek az üdvözléséről van szó, akkor igen. Na most van ilyen piros sapkám, mint ami az uraknak? Piros sapkám még nincsen. Akkor nem résztvevője ennek a rendezvénynek. Ezért hát azért szeretném mondani, hogy vannak egy pár, akiknek nincsen piros sapka, és mégis itt vannak. Piros sapkával mindenki. Jó. Én már nagyon komolyan mondom, hogy nincsen magával vitám, de azért olyan jogszabályt még Magyarországon nem láttam, hogy piros sapkával be lehet menni, valahova piros sapka nélkül pedig nem. Biztosítási intézkedés. Azt természetesen igen. Arra hallottam, igen. Köszönöm szépen. Jó, én maradnék engedelmével. Itt nem tud maradni. Itt a szélén, jó? Nem zavarok senkit. Megérünk jó oda, kordonon kívülre menjünk. Legyen szíves kifáradni, jó? Illetve, hogyha kifárad, akkor a közlekedési szabályokat se akadályozza, tehát hogyha az ön védelme érdekében... Autóúton ne közlekedjek. Így van. Köszönöm. Megértette, uram? Megértettem. Akkor menjünk ki. Csak a létesítmény biztonsági intézkedésnek a indokoltságát nem egészen sikerül megérteni. Hát az, hogy valaki van piros sapka, és akkor maradhat, máskor meg nincsen, és nem maradhat, ezt annyira nem értem meg. Meg az sem, hogy valaki ránézésre kínai, akkor itt lehet, ha pedig nem kínai, de egyébként békével van. Ők, akik itt részt vesznek, ennek a rendezvénynek a résztvevői, ők ezzel demonstrálják, hogy piros sapkával rendelkeznek mindenki. Nem tudom, hogy önnek van-e piros sapkája is. Nem. Do you speak English? Mindjárt kérdezzük. Is there anyone who speak English? Jó, köszönöm szépen. Mert akkor mindjárt keresünk egy piros sapkát, és akkor már meg működik. Meg ismét az urat, hogy fáradjon ki erre. Have you got a red cap? No. Oké. Szabó úr, még egy kérdés. Jó napot kérni. Természetesen azt fel fogom menni. Ja. Jó, szerintem amit szerettünk volna, azt megmutattuk, úgyhogy igen, megyek, igen. Önöket meg nagy szeretettel köszöntjük itt Magyarországon, de sokkal jobban örülünk, amikor turistaként vannak önök itt. Köszönöm.